A Nemzetközi Civil Udvarba Lettországból, Hollandiából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából és hazánkból érkeztek civil szervezetek. A program megvalósítására a Vidékkincse Egyesület nyert közvetlen brüsszeli forrást. A megyei fejlesztési ügynökség a működtetője a Europe Direct információs központnak, és ugye nekünk az egyik legfőbb feladatunk az, hogy a közvetlen közösségi brüsszeli források lehívásának a lehetőségét népszerűsítsük a civil szervezetek körében, tehát ez az egyik indoka annak, hogy itt vagyunk. A másik az, hogy projektek generálásával, pályázatok írásával, menedzselésével foglalkozunk, nem csak az önkormányzat és a vállalkozói szféra számára elnyitva az ajtunk, hanem ugyanúgy a civil szféra számára is tudunk segítséget nyújtani. A rendezvényen bemutatkozó civil szervezeteknek lehetőségük volt arra, hogy elmélyítsék nemzetközi kapcsolataikat, illetve új együttműködéseket generáljanak. Mi Délvidékről érkezünk, és hát beszeretnénk mutatni úgy Délvidéket, mint ahogy mi lássuk az otthoni szemszögből, és hát valójában mi alulról kezdeményező civil szerveződésképpen elindítottunk egy vállalkozást, a falusi turizmust, ami hát valójában van egy állami, és vagyunk mi. És most már így behálóztuk Délvidéket, magyar falvakba fogadunk Magyarországról és a Kárpát-medencéből érkező olyan vendégeket, hogy ezzel is segítsék az otthonmaradást, hogy az útlevél ne arról szóljon, hogy kivándoroljunk, hanem hogy otthon maradjunk, és hát bemutassuk az 1000 éves múltunkat. A rendezvényen jelen volt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is, aki szerint a civilek hatékony tevékenysége erősíti a határmenti kapcsolatokat, különösen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Régen valahogy a diplomácia az mindig a királyok, államok tevékenysége volt, a nemzetközi kapcsolatok szervezése, és ez sokszor pozitív volt, de volt, amikor ellenségeskedésbe, háborúba csapott át, de az igazi kapcsolatokat, az embertől embertől tartó kapcsolatot, azt a civil szervezetek valósítják meg a 19. századtól, vagy például a testvérvárosi kapcsolatokat is megemlíthetem, azt egy német és egy francia város kötötte először 1950-ben, amikor az Európai Unió elődje létrejött, ugye, és manapság itt most több országból itt vannak a civil szervezetek, a testvérvárosi kapcsolatokat erősítik, illetve egy-egy területen szoros kapcsolatot építenek ki. Szabolcs községben megemlékeztek Szent László királyról is, akinek vezetésével 1992-ben itt tartottak egyházi zsinatot és törvényhozó országgyűlést, törvénykönyvet alkotva az országnak.